Pöldör Zoltán az U13-as csapat edzőjével beszélgetünk. Hatalmas sikert érte, nyugodtan mondhatjuk, a csapata, hiszen megnyerte az országos bajnokságot, de nem egyszerű lépcsőfokok vezettek ide, hiszen nyugodtan mondhatjuk, elkezdődött egy régiós bajnoksága, aztán következett a rájátszás hat fordulója. Összességében mit lehet elmondani, milyen volt az idei bajnokság? Hát mindenképpen egy újdonság volt az idei bajnokság, tehát az eddigi lebonyolítási rendektől változtattak jó pár dologban. Tehát ugye eddig annyi volt, hogy volt egy régiós, utána volt egy elődöntő szakasz, és az elődöntőből volt egy két vagy három napos országos döntős, vagy országos döntő a lebonyolításban. Úgyhogy mindenképpen változott, mert bajnoki rendszer lett, tehát lett egy alapszakasz úgymond, ami egy nyugati terület bocsátkozott, hogy ebből a nyugatiból jutott tovább három csapat, a nyugat, közép és kelet-magyarországi hármassal, egy kilenc csapatos, úgymond felsőházi rájátszásba. Ugye annyit kell tudni, hogy eddig a bajnokság úgy zajlódott, hogy volt egy régió bajnokság, és ugye ott mindenki jelentkezett, most ugye több szintű lett a bajnokság, tehát ez is különbözik, tehát nem csak egy szinten lett, hanem lett egy úgymond első osztály, lett egy másodosztály, ez egy harmadosztály. Ez a csapat most jelen pillanatban az első osztályt nyerte meg, tehát a legmagasabb korosztályos viadalt. Én azt gondolom, hogy nem esélytelenül indultunk neki a bajnokságnak, tehát annyit kell tudni a csapatnak a múltjáról, hogy ebbe a bajnoksági sorozatban a saját korosztályban már előtte kétszer megnyerték a bajnokságot, és kétszer ezüstérmesek voltak, tehát összesen négy ilyen etap volt, amikor ugye lehetett, tehát mindenképpen egy esélyes csapatként indultunk. Hát esélyeshez méltóan is kezdtük az alapszakaszt. Én azt gondolom, hogy utána zavart meg minket egy kicsit a lebonyolítási rend, mert annyit kell tudni, hogy azért sokat elemezgettük, mert volt egy úgymond egy fekete nap, egy fekete vasárnapunk Debrecenben, amikor egyszerűen semmi nem jött össze, amikor nem tudtunk belőni semmit, mindenbe ment nálunk, tehát ami tényleg, amit el lehet képzelni, egy nagyon fekete vasárnap, egy rémálomba illő fekete vasárnap, és én azt gondolom, hogy ebből a mély gödörből ki tudott jönni a csapatom. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert azért a többség, én azt gondolom, hogy ennyi idős korban nehezen tud feldolgozni egy olyat, hogy esélyesként tényleg majdnem, hogy elszálltak a bajnokságnak a reményei, viszont hát látjuk a lebonyolításnak a végét, tehát más is tud hibázni, vagy más is hibázik, másnak is lehetnek rossz napjai, és hát a rivális, a Ferencváros csapatával ez is lett. Én azt gondolom, hogy mi utána tettük a dolgunkat, tehát nem mással foglalkoztunk, hanem magunkkal. Ez volt szerintem a legfontosabb, meg amit egyáltalán lehetett is tenni ebben a helyzetben a csapatnak. Foglalkoztunk magunkkal, és megnyertük a hátralevő mérkőzéseket, és hát én azt gondolom, hogy ezt valamilyen szinten, hogy a Ferencváros csapata a végén hazai pályán, otthon a Népligetben nem tudta megtenni, elbukott, és hát igazából így lettünk mi bajnokok. Én nagyon örülök neki. A bajnokság elejét én azt gondolom, hogy az is mutatja, hogy a bajnokok ligáját nyert győrjódújátó csapatnak a kimagasló utánpótlása nem tudott ebbe a 9-es felsőházba bejutni. Én mindenképpen büszke vagyok, mindenképpen örülök. A gyerekek most kinőtték a gyerekbajnokságot, egy nagyon-nagyon méltó búcsú volt ettől az elmúlt 5 évtől, a gyermekbajnoksági időszaktól. Hát most jön úgymond a nagybetűs élet, de megpróbálunk itt is hasonló eredményeket elérni, egy kicsit más szisztémával, egy kicsit más összeállításban. 2003-2004-ben született lányokról van szó. Ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy sokra hivatott ez a korosztály? Tehát előfordulhat, hogy pár év múlva már ott lesznek az SKK junior, illetve felnőtt csapatában ők? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen igen, tehát igen, egyértelmű igen a válaszom. Nagyon jó és szerencsés korosztályunk ez, tehát volt előtte is például a 99-es korosztályunk, ami hasonló, ami ugye most építjük ezt az MB2-es csapatot, de én azt gondolom, hogy később építeni fogunk nagyon sok mindent, ez a 2003 ugyanilyen. Egy dolgunk van, nekünk meg egy felelősségünk, hogy itt a gyerekeket itt kell tartani, itt tudjuk tartani Szombathelyen. Ugye ott azért tudni kell annál a korosztálynál, annál a sikeres korosztálynál, hogy ott 5 gyerkőc nem Szombathelyen van már. Nagyon nagy tehetségek, ez mindenképpen egy fájó pont a klubnak a számára, de hát ezért is tűztük ki úgymond az első osztályba a feljutást, hogy az első osztály az én azt gondolom, hogy mindenképpen itt tarthatja, meg itt is fogja szerintem tartani a tehetségeinket. Pöldör Blankával beszélgetünk.
sikerült a felsőházi rájátszásba gólkirálynőnek lenned, 81 találattal, de milyen volt ez a bajnokság belülről? Hogy érezted? Sima volt, vagy pedig nagyon szoros küzdelmek voltak? Hát eléggé szoros küzdelmek voltak. Nem volt olyan egyszerű, mint 2 évvel ezelőtt. Akkor is elsők lettünk, de most hát eléggé nagy szerencsénk volt, mert ugye nem mi voltunk az elsők, hanem így az utolsó, legeslegutolsó meccsen dőlt el, hogy végül hol végzünk, de végül meg lett az első hely. Ha jól tudom, irányító átlövő poszton szerepelsz. Mi az igazi erősséged? Hát igaziból ez meccsfüggő, mert mindig máshol van meg a hely, de inkább úgy érzem, hogy nekem az átlövő a poszt az erősségem. Ebbe tudsz igazán kiteljesedni? Hát ebbe a korosztályban igen, de például serdülőben talán jobban megy az irányító. Térjünk még vissza egy kicsit a góljaid számára, ha jól tudom, akkor az elmúlt 3-4 évben már 1000 gól fölé kerültél, ez igazán fantasztikus eredmény. Hát igen, igaziból nem gondoltam volna, mert hát eléggé régóta kézizek, de azért ez az 1000 mégis eléggé sok, és nagyon örülök ennek. Ez a csapatnak is köszönhető, gondolom, nem csak az egyéni teljesítménynek? Hát igen, a csapat nélkül nem sikerült volna, és nagyon sok mindent köszönhetek nekik. Egyébként milyennek tartod ezt a csapatot? A pályán kívül is jó közösség? Hát nagyon jó közösség, tehát legjobb barátok vagyunk szinte, így az egész csapat, el szoktunk menni helyekre, így hétvégenként, amikor nincs meccs, és jól érezzük magunkat. Györfi Luszával beszélgetünk, bal szélső poszton szerepelsz ebbe a kiváló, nyugodtan mondhatjuk, kiváló országos bajnok csapatba. Első kérdésem arra vonatkozik, hogy mire emlékszel vissza a legszívesebben. Melyik volt az a mérkőzés, ahol igazán jó teljesítményt nyújtottál ki ellen? A Dunaújvárosban az üstökös kupán játszottunk a lányokkal. Nagyon jól teljesített a csapat, és ott szerintem én is nagyon játszottam. Mindenki nagyon jól teljesített, és ez egy elég fontos meccs volt számunkra így az év kezdetén, mert akkor jött össze először a csapat az első kupánkon, és akkor már összehangolódtunk. És most pedig megnyertétek az U13 első osztályú bajnokságot, amire azt mondják, hogy ez nem semmi, hiszen a Győr még a 9 közé se tudott bekerülni, és az utolsó fordulóban Népligetben sikerült győzni. Igen, hát nagyon nagy szerencsénk volt, mert a lányokkal már egy kicsit beletörődtünk a második helyben, ugye ezért elég necces volt, hogy nincs ilyen országos döntő, hanem csak csapatok játszanak egymás ellen, és a végén döntik el. És nagyon izgultunk, hogy a Fradi kikapjon otthon. Nem hittük, hogy a hazai pályán ki fognak kapni, de mégis sikerült, és nagyon örültünk, nagyon boldogok voltunk. Itthon volt pont egy rangadó, és lányokkal így összegyűltünk, és hát egy örömtáncot is leltünk, és nagyon boldogok voltunk. Mi az igazi erősséged? Mivel tudsz úgy, hogy érzed, legtöbbet hozzátenni a csapat teljesítményéhez? Hát, mint már említettük, ugye balszélső vagyok, azért elég fontos, hogy balszélen koncentrált legyen az ember, meg ugye más széleken is, mert nem mindegy, hogy hogyan ugrik be az ember, hogy emeli a lábát, hogy lövi a labdát. Nagyon fontos az, hogy mindig ugorjunk túl a kapuson, és szerintem ez már kezd alakulni nálam, de inkább a betörések azok, amik jól mennek nekem. Neked is szinte az egész család hőtagja kézilabdázik, gondolom nem volt nehéz a választásod, te mit sportolsz? Igen, hát anyukám kezdte a kézilabdát, edző volt, apukám is régen kézilabdázott, de ő csak egy hobbi szinten kapus volt. Így hát nem volt olyan nehéz választani, hogy vajon mi is leszek, már 4 éves korom óta kézilabdázom. Az első kézilabda hetem az Jászberényben volt 4 évesen, és akkor kezdtem anyukámmal, aztán a Hennivel, most a kicsiknek az edzője, utána pedig a Zolival. Horváth Annával beszélgetünk, elsőszor gratulációi, megnyertétek az U13-as első osztályú országos bajnokságot, és az alapszakaszban 78 góllal telettél a gól királynő. Minek köszönhető ez, mit gondolsz? Leginkább a csapatjátéknak köszönhető, mivel ugye én szélső vagyok, ezért annyira nem magamnak köszönhetem a góljaimat, hanem leginkább a csapattársaimnak, főleg Pődő Blankának, mivel ő szokott mellettem állni jobb átlövőben.
Nagyon nagyszerű ez a szerénység, és ha már Blankát említetted, ugye ő meg 77 góllal mögötted végzett az alapszakaszban, aztán felsőházba lett a gólkirálynő. Beszéljünk még rólad mindenféleképpen, ugye említetted, hogy szélső vagy. Mit tartasz igazán az erősségednek, amiben legtöbbet hozzá tudsz tenni a csapat teljesítményéhez? Leginkább a támadásban tudok hozzátenni a csapat erősségéhez, mivel sajnos a védekezés annyira még nem megy, de próbálok abban is nagyon jó lenni. Leginkább a lövéseim és a passzaim, amivel hozzá tudok tenni a csapathoz. Mi volt a kedvenc mérkőzésed ebben a bajnokságban, mire legszívesebben visszaemlékezel? Kedvenc mérkőzésem itt az utolsó fordulóban a Debrecen és a 16. kerület elleni meccs volt a kedvencem. Miért? Mert akkor éreztem leginkább, hogy együtt vagyunk a csapattal a pályán, mindenki megtesz mindenkiért mindent, és együtt dolgozunk, sokat passzoltunk, jól védekeztünk, és jól támadtunk is. Azt mondtad, hogy akkor érzed legjobban, hogyha együtt van a csapat, de a pályán kívül is együtt van ez a csapat? Jó ez a közösség? Igen, igen, nagyon jó a közösség a pályán kívül is. Sokszor találkozunk edzések előtt, megenni egy fagyit, vagy beülni valahova inni, és nagyon szeretjük egymást. Mindent meg tudunk egymással beszélni. Hogyan tovább, meddig szeretnél még kézilabdázni? Gondolom idők végezetéig. Igen, igen, ameddig tudok, addig szeretnék kézilabdázni. A célom az, hogy egy válogatott kézilabdázó lehessek. És ezt szeretném munkámnak is. És hogyha majd már nem tudok játszani, akkor pedig ilyen edző szeretnék lenni, vagy pedig sportpszichológus.